Szervusztok, srácok! Nézzük meg a PS Early Access bétáját a Modern Warfare 3-nak. Itt vannak a dátumok, hogy mikor lesz pontosan és mi. Én most a PS Early Access bétát fogom nyomni, de mint látjátok, folytatódni fog egyébként vasárnap az Open Beta, aztán lesz egy kis szünet, ahogy látom, szerda, és csütörtökön pedig elérhetővé válik a PS, mi az Xbox, illetve PC előrendelőknek, valamint a PSS Open Beta lesz 12-től 13-ig, és 14-től 16-ig mindenki számára elérhető lesz a Modern Warfare 3 Open Beta. Itt van, hogy milyen pályák lesznek, jó kis favela, modern, ezek itt a Modern Warfare 3, ez a Modern Warfare 3, ami most fog megjelenni novemberben, 16 modern, régi Modern Warfare 2-es pályát fog hozni, favela, estét, Skid Row és a Rust, amit most pont kitakarok. A Rust egyébként az már volt az első Modern Warfare-be, ugye, amit pár éve kiadtak, ami a reboot volt, úgymond. Tehát az már bent volt a kódokban. Úgyhogy ezt majd újra láthatjuk. Meg lesz egy Ground War-os pálya is, így a béta ideje alatt, ez pedig a Popov Power Plant. Level 20-ig lehet egyébként elmenni. És az első héten, a második héten pedig már level 30-ig, tehát 8-ától, ha minden igaz, akkor már level 30-ig. Ebben a kódban lesz egyébként megjelenéskor a zombi mód, a Treyarch-os zombi mód, és a sima kódot kell amúgy letölteni, hogyha akartok a bétával játszani, tehát aminek az a neve, hogy kód, tehát Call of Duty HQ, ez nagyjából 100 giga, és két béta pakkot kell még leszedni hozzá, és ez nagyjából 25 giga a béta, és akkor már tudjátok nyomni. Nagyjából 7 óra körül kezdődik a béta az időszak, mindegyik, amit itt láthattok. Tehát ezek 7 órakor kezdődnek, és 7 órakor végződnek. Mi az, ami még érdekes? Talán ez a kép, arrébb csusszanok, hogy jobban lássátok. Season 6 a szeptember 27-én kezdődött el, tegnap volt egy livestream, itt van, hogy a PS exkluzív beta az mikor lesz, milyen in-game event lesz, mi az Halloween-os event az október 17-én jön. Itt van az is, hogy a kampány Early Access az november 2-től, november 2-től érhető el, és a launch maga pedig november 10-től. Úgyhogy ezek azok az infók, amiket így érdemes tudni. Vágjunk bele a játékba. Elvileg, ha megnyomom ezt a gombot, akkor már megy. Így van. Ez már megy. Ez itt már a kód. És ha minden igaz, így van. 1440p 120 FPS-sel fogok játszani. Egér billentyűzettel. Szóval nem kontrollerre játszom. Bízom benne, hogy nem fog itt mellettem rezegni és leesni, úgyhogy lehet, hogy már most inkább kikapcsolom. Elvileg ki lehet kapcsolni. Így van. Nagyon szuper. Szuper. Nem nagyon játszottam amúgy még egér billentyűzettel PS-en, talán egyszer. Pont az is egy kód volt, mi meglepő, úgyhogy nézzük. Mutatom amúgy a beállításokat is, hogyha ez így valakit érdekel, bár PS-en azért nem sok mindent lehet beállítani, de így a motion blur-öket azokat így kinyomtam. Ott van 120 FPS, majd 120 Hz-es képfrissítés. Mi ennyi? Kinyomtam még a voice chat-et is, hogy itt ne okoskodjanak bele. Hát a menüben ilyen lassú az egér, de ingén majd jó lesz. És akkor mospitet fogunk nyomni. Ott van három pálya, Estate, Favela, Skid Row, majd hogy Estate.
És itt vannak a játékmódok, Domination, Hardpoint és Team Deathmatch, de egyébként lesz még Kill Confirmed is az Open Beta ideje alatt. Nézegettem egyébként, de közben indítom itt a meccskeresőt, szóval nézegettem egyébként így a, a pályákról videókat, hogy így felfrissítsem az emlékeimet, és basszus, nagyon elkapott a nosztalgia. Brutál sokat nyomtam amúgy az egykori MV2-vel, az MV3-mal is, meg hát a sima MV-vel is. Úgyhogy hát ezek a pályák, ezek így nosztalgikusak lesznek. Kíváncsi vagyok, hogy milyenre dolgozták át, mert ezeket még nem láttam, így az újabbakat. Na, én miliciás vagyok, és az enemiben meg task force-osok vannak. Szerencsére nálam már 6-os szintűek is vannak. Nyomják már egy ideje. 7-re mondták a kezdést, ugye, de már félkor elindultak a szerverek. Ha hangos lenne a játék, nyugodtan szól. Nem is halljátok. Hű! Oké. Ezt még szokni kell, és azt is, hogy hát csusszanjak oda. Ez a favela, igaz? Na basszus, itt volt valaki fönt. Durva. A most mint játékmód, az mit akar egyébként? Na, legalább az első kill megvan. Az első kill legalább már megvan. Hú, vissza kell rázódni. Hú, de jól néz ki ez az XP. Ahogy mutatja, hogy kapom az XP-t, ez nagyon jól nézett ki. Nézd meg, hát dédoszolnak hihetetlen, már most. Hát mi volt ez az akadás? A stream legalább nem akad, srácok. Ja, volt egy kis rollback, de csak kicsit. Nagyon menő ez, ahogy így mutatja az XP-t. A stream nem akad. Nálad okés? Hát... minden. Lehet egyébként, hogy a Szenzi más. Lehet egyébként, hogy a Szenzi más, ez PS, úgyhogy PS-re nincsenek ilyen beállításaim. Abszolút nincs, csak bedugtam, aztán így megy. Oda néz. Hát rögtön engem mutat, hogy milyen jó vagyok. Nem akad a stream, jó zsír. Köszi. Szia, Erni. Ja, hát nem tudtam, na, 1,20-as HD. Ja, szóval nem tudtam, hogy mikor, mi lesz, hogy lesz, úgyhogy azért nem volt semmi info.
Üdvözlök, kacok közben, Hali-Hali. Azt mondja, hogy Marksman Rifle-le kell 5 kill, Operator kill kell, Mountolva és Scattermine-nal kell eltalálni. Uh-huh. Oké. Okay. PSM Max az egéren tudod állítani, az meg elég rossz. Aha. Van valami szenzi amúgy itt a izébe, a kódbeállítás. A skidró, srácok! A skidró, azt a rohadt. Megmaradt ugyanaz, legalábbis egyelőre. Mi lehet ez a taktikál? Nézek és ott snipolt. V. Ja, látom. Hú, azért van akadozás. Hát ez nagyon menő, srácok. Nagyon menő egy... Nem bírják a szerverek. Nem bírják a szerverek, srácok. Meghaltam? Ja, meghaltam. Azt hitte. Hogy csúszott? Jó, ezt el kéne foglalni. Jó. Basszus. Ja, jó kontrollerrel amúgy kodozni. Tehát, hogy én nem tudok kontrollerrel shootert játszani, de azt arra, tehát itt volt akármán. De hogy nagyon jó, nagyon jó a kod kontrollerrel. Kaptam egy 100 XP-t. Amúgy miért is kell a sima kod 90 gigája az új Modern Warfare 3-nak? Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Nem vágom amúgy. De már... Hát ugye... úgy volt annó, hogy a Warzone-hoz meg a... Modern Warfare 2 kellett. Aztán megváltoztatták... Ez nagyon jó volt. Aztán megváltoztatták, hogy a... Ugye mondom. Tehát, hogy a... Aki Warzone-ozni akartanak, le kellett tölteni a Modern Warfare 2-t, aztán utána meg már a Modern Warfare 2-eseknek kellett letölteni a Warzone-t, szóval hogy így... Nagyon szeretnek a kodosok ilyen izét csinálni. Voltak az azt a rohant. És közben lehet változtatni a fegyver kiegészítőkön? Ja, hogyha van loadoutod, akkor tudod módosítani, de ezek ilyen pre-made loadoutok. Level 3 vagy level 4-től lesz custom loadout. Na basszus. Nem is tudtad, hogy nyomom a kodot. Imádom a kódot, Jessica. Jó, hát
ez full ugyanolyan. Nagyon király amúgy. Full ugyanaz a pálya. Marci, szevasz. Ez mi a fene? Come back. Legalább át tudod vinni az MV2-ből a cuccokat? Ja, hát ezt mondjuk megcsinálták volna a Modern Warfare 1-nél is. Ugye mivel ez nem volt meg a Modern Warfare 1-nél, ezért, hát, én elég nagyot csalódtam így az Activision-ben. Jó, hát én akkor nem megyek onnan. Mi ez a szonár amúgy? Ez mit csinálhat? Basszus, hát ezek ide spawnoltak. Nem engedik, hogy szétszedjem itt a dolgokat. Ja, ott volt még egy. Nézd meg, hát engem, pont engem. Hát ott már ketten is voltak. Ó, basszus! Valaki nyomja amúgy közületek a B-ben, srácok. Még hallottam, hogy itt szaladt valaki. Na jó. Az nagy baj. Ezt el kéne foglalni. Basszus. 4 pont. Cyberpunkozol a hamosleg. Tizenkilenc halál. Nyomnám, de nagyon sűrűek a hétvégék, inkább majd az ASC mirás. Combat controller. Az mi lehet olyan? Még egy achievementet is kaptunk. Azt mondja, hogy combat controller. Silence loadout, akkor ez egy előre összerakott loadout.
Értető moslék. Nagyon-nagyon zsír ez a csika. Jó félem. Még amire mennék, voltunk a Skidrón, a Favelán, és akkor az Estétre kéne még menni. Az ilyen nagyon nyílt pálya. Azon is szeretem játszani. Mondjuk az Estétnek a Coop pályája tetszett nagyon. Mizus Marci 1000 éve. Combat Controller ott van. Megnézzük az SMG-t, mit szóltak. Én arra emlékszem, hogy akimbózni nagyon szerettem. Nem emlékszem már amúgy, hogy a Modern Warfare 3-ba jött be az akimbó? Vagy már a 2-be is volt? Akimbózni te is imádtál? T90 akimbó, akimbó meg ilyenek. Nagyon fasz amúgy a pálya. Milyen izé stealth vagyok. Nem hallani semmit. Ja, nagyon jó a béta. Eddig. Hát ez nem ment, pedig jó lett volna. Ez jó lett volna. Micsoda double kill, srácok. Mi ez a puska, de nagyon jó. UMP? Nagyon zsír eddig. Halló ellenség? Itt van valaki pedig. Basszus. Persze. Próbáltam a C2-t, nem? Friendly Guardian. Meg lett tunkolva. Hogy nem kontival tolod. Én megír billentyűzetes vagyok. Easy. Úgyhogy. Azokon már mögöttünk lesznek. Ah, ott is van. Ja, hát már láttam, hogy már minden onnan. Szóval jó amúgy a kontrolleres játszás, mondjuk ezt még nem próbáltam, de eddig ami kódnak a beta-ja PS-en volt ugye, az így jó volt. Ja, hogy ez a Guardian, ez a Sonar. Nagyon jók ezek a ezek a hangok lövésekre. Nagyon tetszenek amúgy a hangok. Minden tök jól hallani. Azért ez egy lövöldözős játékban elég nyomós dolog. Mondjuk jó lenne eltalálni az ellenség. Ó! Most nézem amúgy, hogy ennél a loadoutnál nincsen gránát, meg ilyesmi.
Én nem emlékszem, hogy ez a szonár amúgy így mit csinál. Hú, de nyomják. Hű, van baj. Jól van. Warzone-ban rászoktam a kontrollerre, undorító. Ja, hát azt hallottam, hogy minden izé, nagyobb Warzone streamer így nem egér billentyűzettel nyomja. Ja, én nem arra szonára gondoltam. Nem a SteelSeries-es szonára. De azt én nem próbáltam amúgy. Rasher. Azt mondja... Rasher... Point taking, flanking, loadout. Ilyet, egy következő loadout, mit szóltak? Amúgy jó volt ez az UMP. Kipróbáljuk ezeket az alapokat, mit szóltak? Tavaly MV2 bétát próbáltam, az annyira nem adta igaz, akkor nem is volt jó wireless füles a PS-hez. Én már nem is tudom, Vanguard volt azt hiszem az első, amin így PS bétát nyomtam. R6-ban alapból rossz a hangot, nagy segítség volt, aha. Itt most amúgy jónak tűnik. Teljesen oké. Bár amúgy adhatna egy esztétet. Na, mit nézzük meg? Megnézzük ezt az új rásárt? Ja. Ja. 6, 156. Az jó. Jól bevakítottam magam. Oké. Na, 7 pontunk lett. Jó, a társam azt hittem lelövi, de nem lőtt bele. Ott van fönt a hardpoint. Eddig nem vagyok túl sikeres ezzel a loadout-tal, de hát nem szabad feladni. Na mondjuk meg nem a mapot kéne nézni ennyire hevesen. Közben szembe jönnek velünk. Jön a Warzone majd 2024-ben, fel óra. Na, hát, adtam a... Nem. Három Modern Warfare 2-es pálya van bent. Favela, Skidro, Estate. Megjön majd a Rust 8-ától. Meg van egy Ground War-os pálya. Aha, telefonra jön. Warzone. Hát nem tudom ezt a... Jó, nem. Tehát, hogy még egyszer megyünk erre a... Még egyszer megyünk ezzel a loadout-tal. Jó volt ez a balansz. A Rust-pálynak van bármilyen talán fegyó XP challenge grindoláson kívül? Jó az a Rust, mármint hogy így... Jó az a Rust, nem? Na tessék, most már elérhetőek a custom loadoutok. Nem rémlik ez a Rival fegyver. Köszi szépen. Na, tessék, estét.
Üdvít, srácok. Aha, default. Rusher. EOD padding. Amúgy... Customet kéne nyomni. Gyorsan beállítjuk, mit szóltok. Aha. Azt mondja... Weapon swap speed. Mászás, mentalozés. Movement. Könnyű cipellő jöhet. Oké. Okay. És akkor az a jó a sima loadoutban, hogy ott több minden elérhető. Ja, hát például az a fegyver nincs is bent. Nézzük meg egy snipert. Let's go. Infantry vest, what? Jó van. Milyennek tűnik a game? Kodosnak. Jó, amúgy. Megint half point? Az a gyengénk. Én nem tudok sniperezni. Tehát, hogy igen. Na hát valahogy így képzeljétek el, hogy én sniperezek. Na, hát közben már segben. Na, hát legalább egy halt. Amúgy ezt tetszik, hogy one shot volt. Ez DMR, vagy mi ez? Egy gigabéta 25, de le kell hozzá szedni még 100 gigát. A kodhákot. Reloading. Hardpoint relocated. Secure the target area. Eljönnek segbe. Basszus! Friend the Guardian online. What's your block? Enemy in the area. Target down. Kéne menni segíteni a többieknek, azt hiszem. Egy volt fönt a házban. Na, az ott nem volt válság. És mint hogyha nem is találtam volna el így a damage számok alapján. Azt is írta rá, hogy wallbang? Jó lett volna által. Jól lelőttük. Hú. Na, valami ilyesmi, ahogy így tudunk lőni. Nem? Nem foglalunk? Guardian online.
Úgy mindenkinek, srácok, közben. Ari, Ari. Ja, hogy már nem is itt van a hardpoint. Az jó. Target area updated. Move to the hard point. És hol az enemy? Ökös. Kocsá. Taking fire. We've secured the lead. Win. Júj, azt hittem enemy. Hardpoint relocating. Stand by. Az a gond, az enemy hamarabb ér oda. Egy levél van, amire mindig azt hiszem, hogy enemy. Requesting recon flyover. Copy that. UAV is on station. Got enemies here. Chasing mag. Next hard point. Stand by. Be advised, UAV is exiting the AO. Target area updated. Move to the hard point. Csak nem lőnek hátba. De jó lehet volna eltalálni őket. Ah, itt van fölöttünk egy. Na nézzük. Puty, puty, puty. Az ott lett pár kill, azt hiszem. Utolsó vagyok, mert nem objektív ezek. Én noob. What's your bug? Jó. Hát kéne menni oda foglalni.
Ja, jó pozi volt. Megtartjuk. Friendly UAV online. Hardpoint relocating. Stand by. Watch your fire. Chasing man. Got you covered. Target area. Reloading. Ja, már nem itt van. Hát akkor rota. Chasing mag. Ugye hátamba spawnolnak. De jó lett volna. Amúgy nagyon jó ez a kis pisztoly. Ilyen triplát lő. Na azért legalább az utolsó pillanatokban visszajöttem. Melyik volt ez az új kód, amiben ilyen killcam háttereket, vagy ilyen bordereket csináltak? Valamelyikőtök emlékszik erre? Hoppá, egy kesztyű. Scavenger kesztyű. Emlékszem, hogy a Renetti azt tetszett nekem. Meg kell majd néznünk ezt a... mi ez? Loadout customizálást is. Szevasz Proxy, üdv mindenkinek. Eddig elég király. Eddig elég király, Fumi Rossi. Nektek hogy tetszik, skacok? Favelára menjünk. Skidrommel voltunk. De van-e kapcsolva az AMD FX Super Resolution? Nincs. Nincs. Valahol láttam valami ilyesmit. Ja, csak ilyen Fidelity FX van. Erre gondoltál? Nincs. Ajánlod? Na, benyomom. Ettől élesebb lesz minden, ez azt csinálja, nem vágom amúgy. Változtatunk közben a loadouton, basszus. R. Megnézzük ezt az MTZ-t. Jó. Jó, és akkor közben át is rakta. Ó, jó, ez nem olyan. Jó, hát bejön megyünk. Nézd meg! Te hihetetlen. Target area updated. Na. Move to the hard point.
Erre kéne egy scope. Nem? Erre lehet alapból rakni egy scope-ot. Pedig ez elég jó volt, csak... 8 másik oldalról. Mindjárt megnézzük amúgy, hogy lehet-e rá scope-ot rakni. Milyen csendes. Nem tudom, hogy a progress az átmegye. Élesbe. Nagyon várt. Nem megy át. Ilyenkor általában csak ilyen jutalmak vannak. Extra jutalmak. Kis pisztoly ez... Kemény. Melyik ez a kis pisztoly? Ja, hogy ez a Renetti. Ja, hát ez jó volt. Ez jó volt az MV1-ben. Vagy mi, hol volt? Ja. Addig kukucskáltam, hogy hol lehet az enemy, hogy széjjel kaptak. Hogy vetődött ott valaki. Azt láttátok? Na. Jó kis comeback. Nagyon open-be leszünk. De jó lett volna eltalálni az enemit. Na jól leugrunk. Hogy mögénk jöttek? Hát valamelyik Modern Warfare-ben nagyon szerettem. Valószínűleg amúgy az egyben, már ott nyomtam nagyon. Ja, mögöttem. Hmm.
Jó lenne eltalálni. Basszus, és itt bújt el. Ott is fent volt egy. Hát nagyon el vagyok szokva, basszus. Ott már nem volt. Kaptam. Na. Hardpoint relocating. Stand by. Friendly SAE on the way. Ez mi volt, ahogy ilyen fehér lett minden, srácok? Basszus, ott volt a ketten is. Na ki emlékszik még, milyen füles sorsolunk ma? Húha. Lehet, hogy akkor semmiért. Nagyon nem vagytok itt, srácok. Akkor majd sorsolunk máskor. Mi az, hogy miért rakta ide a spawnt? Kipasztunk. Na! Jó, jó. Oké. Okay. Roland, figyeld. Oké. Okay. Akkor mégis sorsolunk. Jó. Basszus. Megdamoltam magam. Ott volt, hogy kettő damot adtam magamnak. Ja, a Renetti nagyon jó volt. Hát ez nem adtam. De legalább kipróbáltuk ezt a fegyvert. Jó. Ja, ez a final kill. Na nézzük. Húha, 14 kill. 22 halál. Igen, az jó volt, addig jó volt, lehet, hogy korzer.
Addig jó volt. Na megnézzük, megnézzük, hogy miket lehet állítani, ha már itt ennyire várunk a... a menübe. Vagy most ki is fagyott szerintetek? Újjúj, leálltak volna a szerverek. Újjúj. Az lehetséges szerintetek? Hopp, már is jó. Na, szóval editáljuk ezt, azt mondja Gunsmith. Build your weapon. Modification slotot lehet unlockolni, attachmentet lehet vele tenni a fegyverre, az attachment javít a fegyver teljesítményén. Cameo, charm, decal és stickert lehet, lehet rárakni, max 5 modifier kerülhet rá a fegyverre. Nagyon jó. Azt mondja, hogy akkor egy grippet nézzünk. Fast draw, amúgy arrébb jövök addig. Recoil control, sprint to fire. Gyorsabban kapjuk elő? Nagyon nem jön be, kampányt végignézném tőle, de így mellesleg a múlt is része ugyanaz, mint volt. Tryhard és profi jön vele szembe. Hát ez ugyanaz, ja. Ennyit tudunk rárakni. Egy grippet. Grippet tudnék erre a Renettire rakni. Na jó van. Azt mondja, hogy NTZ Interceptor, de nem lehet megváltoztatni az alapját. Van még itt Longbow is, srácok. Hoppácska. Holger. Pulemjot. Shotiből van Lockwood, meg Riveter. Na itt van az SMG-nél a Rival, ez csak ugye a alap loadoutba érhető el, van AMR-9, itt van az jó kis Striker, az UMP, MTZ-762, Battle Rifle, meg egy Bosch B, aztán mi van itt? MCV, MTZ, meg egy SV-a. Nézzük meg ezt az SV-at. Ja, Maestol. Aha, ezt nem is tudom használni. Akkor mindegy. De ezt az MTZ-t ezt ki tudjuk legalább próbálni. Gunsmith-szálni akartuk. Ja, így alapból nem lehet rárakni semmit. Az MCV az ACR? Van Battle Rage, MD gránát. Na, ez felfedi az ellenség pozícióját. Na, ez a durva. 27-es szinten covered sneaker. Na, ettől voltunk olyan csendesek. Az amúgy menő. Jó, hát így most... 29-esen állokolódik a legtöbb dolog, meg ilyen 20 akárhány, azt ugye még most el se lehet érni az első héten. Jól van. Na és Jagger van a 8-as skillnél. Jagger Recon. Szóval, hogy ezek vannak. UAV. Guardian, meg ez a SAE. Jó, egy jó kis remote-teret is mehetne amúgy. Valószínűleg a beta miatt nincsenek nagyobb killstreak-ek, szerintetek? Ismerem a The Lake nevezetű játékot? Nem rémlik. Felkiáltva egy attack-ok parancsot érdemes bejönni, és akkor ott látjátok, hogy mikor, mivel, meg mennyit játszottam. Ha a beta miatt nincsen, akkor jó. Jaj, jön a zombis mód a Treyarch-tól.
Na nézzük. Team deathmatch. Eliminate all threats. Don't hold back. Valaki itt a YouTube klánból van. Basszus, de jó lett volna azt megtartani. Hű, basszus. Rám spónolta a társaim. Ez gond. Ez a fegyó, ez jónak tűnik. Ez velem? Velem volt? Vajon mennyit kaphatott a szemétje? Nem baj, ezt a részét úgyse látok még a pályának. Szevasz, hatparaszt, üdv mindenkinek, srácok! Hát ez nem. Olyan távolra nem biztos, hogy... Nem tudok előni. Mi gondoltam, betárazok addig mindent. Én vagyok az első. Van baj. Nagyon be vagyunk itt szorulva, skacok. Basszus, és már mellém is jöttek közben. Visszamegyünk, megpróbáljuk visszafoglalni ezt a helyet. Meglátom, de nem tudom lelőni. Aha, és itt volt. Hallottam, hogy itt mozog valaki, de nem láttam. Fú, mindjárt fegyvert váltunk. A super sneakyre átváltunk.
jó kis reload, ugye? Pont jól jött. Na basszus, most azért jók voltunk, első hely. Hú, ez jó volt, nem is kacok? Köszi szépen. Hát milyen menő izé cuccai voltak már arra az UMP-re. Hát kár, hogy 0,85-tel. Breacher drone. Moszkító drone. Na jó, azt berakjuk. Hát ennél biztosan jobban megy. Ennél biztosan jobban megy. Jó, tehát akkor loadout. Edit. Hol is kell módosítani a perkeket? Ja, ott van. Na, Guardian helyett berakjuk ezt a moszkítóst. Mi? Ja, nem tudom kiválaszt. Ja, mert hogy kategóriánk vannak, van a 4 killes, az 5 killes, meg a 7 killes. Hát akkor mehet a moszkító, persze. Erre a fegyverre már vajon tudunk rakni valamit? Aha, hát a nagy semmit. A nagy semmit azt pont rá tudjuk rakni, és a Renettire. Renetire se tudunk rakni. Az jó. Akkor mindegy. Na, de egy ilyen ácsét már legalább be tudtam rakni. Capture-öli a pontot, meg hack-el device-okat. Szervusz, James Gunn. Megnézem majd, Gábor, ezt a léket, amit mondtál. Vagy jó ski drone. Na hát a mountos killek azok mindjárt meg is lesznek. Be biztos Marks már rájöttelel kell. Szia, én a goldhoz farmolom a mounted killeket. Szeszerián, szevasz. Frag out! Az de jó szám volt. Na nézzük, moszkítós drón. Hát ez mit csinál? Ez mi volt? Valaki tudja, hogy ez mit csinál? I saw the light there. Francba. Mindegyiket csak lesérítettük. Szóval valami moszkítom lett. A
azoknak a fájt. Ez jó volt. Nagyon jó. Jól le kell menni. Nem baj. Na nézzük. Ó! Ó! Ja, hogy így megy. Ott voltak. Hát ezt a moszkítót így ki kell lőni, és akkor gondolom ott köröz, és akkor spotolja. Na, azért megkezdünk belejönni, nem? Hát mondjuk erre nem kellett volna már elmenni, mert nem volt sok HP-m. Szia! Fix DDoS. Spotolja és rárobban. Ó, oh, ez menő amúgy. Hát ugye itt még az elején fel kell húzni a fegyókat. Aztán egy csupasz pisztolyjal kell nyomni. Pedig biztos kapta nagyon. Nem mertem volna fogadni, hogy itt lesznek. Na. Na. Na, egyes KD felett vajon? Tak. Megnézzük mindjárt, hogy lett a távcsövünk. Na tessék, 1,86. Hát sajnos, na a beta tester calling card legalább már megvan. Ez az MTZ milyen? Na ott van, reflektor. Milyen fegyvernek felel amúgy meg? Na, szupresszor. Megy ez. ACR. Azt szerettem. Köszi. Na hát ez már valami legalább. R. És akkor erre rá tudunk rakni egy szupresszort.
Radar által nem látható, az ADS csökkenti, de a recoil control jobb. Az ACR az az MSV? Hát nem vágom, akkor ez mi lehet? Nagyjából egy órája nyomom azt így. Izé. 8-es szint. Szia Misi! Üdv mindenkinek! Sziasztok, hali-hali! Operátor skineket még nem is néztünk. Csak assist lett francba. Kattanak. Nyomja. A kis moszkító. Na, a moszkító drónom észrevett egy enemit, és jól meghaltam. Na, ez jó, jó prezentálása volt ennek a cuccnak. Azt hiszem. Basszus. Ja, ezért szkóppal így már jobb játszani. Vagy inkább úgy mondom szájtal. Kicsit jobban hal az enemy, nem? Srácok. Na mehet a moszkító. Na, nézd meg. Nagyon ügyes, köszönöm szépen, Misi. Volna pedig. We have active field upgrade here. Changing mags. Egyet öltek le most a moszkító. Basszus. Ezek nagyon meglőtték egymást, azt még én is oda lőttem. Azt mondta, maradjak éles.
volt, hogy... Nincs velünk van. Basszus. Szevasz, Miki. Ja. Rohadt jól látni a faverát. Meg a skidrót is. Kíváncsi vagyok, hogy még mik jönnek. Mi lesz az a másik 12 pálya. Jesus. What's your buck? Taking effective fire. Seal alive. Seal alive. Meglőttem a társam. Kilépett ez a nemű, vagy most mi van? Első. Itt szerintetek van play of the game, vagy csak a final kill van? Köszi, köszi. $2500 Weapon XP. Köszi, köszi, skacok. Hát a Renettivel most nem nagyon nyomtuk. Amúgy nézzünk meg valami más izét. Secondary-t. No, megyek, azt mondod? Movement speed, sprint speed. Közben leszhetem én, és lehet reggelre level 100-at megküldöm. Na nyomod. Minden arany is lesz. Coolers.
Na, lehet nevezni, srácok. Hajrá, hajrá. Hopp, várjatok. Várjatok. Most lehet nevezni. Egy Corsair HS-55 wireless füles le. Na, fülesre. Vezeték nélkül füles lehet most behúzni, skacok. Random code stream. És egy jó keremény játék. Hát a Battle Royale az felkészül, tehát hogy novemberben jelenik meg a játék, és mire megjelenik, addigra hozzá csapódik. Ugye a Warzone-ban már most új szezonban, 26-án jött. Szóval a Modern Warfare 1-en már kész, tehát hogy azóta már így egyben van a Warzone a kodokkal. Zero, köszi szépen a támogatásod. Köszi a 25-ös csírt. Basszus. Aki a chatre írja be, hogy trofea, meg trofeák, az ezt nem jól csinálja. Voltam ide szorulva. Felkiáltója egyet ír a csetre, azt se csinálja jól. Az nem jó, srácok. Érdemes elolvasni jól a leírást. Azt mondja, hát való itt vannak. Francba. Csak öt embert érdekel a vezeték nélküli füles. Többieknek már van. Szevasz, Nózi. Nem fogadja el a bot. Az nem jó. Basszus, hárman is. Vagy ketten is. Egyet kell ölniük, sajna ez nem lesz már meg.
Azért még egyet kapott. Szevasz, reperdák. Na nézzük, megkaptunk-e Belfegor üzenetet? Belfegor azt írja, hogy felkeltett trofeák, felkeltett jegy 10. De nem tudsz 10 jegyet venni, mert csak 3000 trófeád van, Belfegor, ez azért lehet. Tehát beírat, hogy felkeltett jegy 10, 3000 pontból nem tudsz 5000 trófeába kerülő, mert 5000 trófea értékbe vásárolni. Tehát, hogy most 500-ba kerül egy jegy. Neveznék én is, de nekem van fülesem. És vezeték nélküli coolers? Vezeték nélküli? Na, ugye. Adri, Szlovákiába mennyivel drágább kiküldeni a dolgot? Nem tudod? Az a gond, Billy, nem vágom. Azért nem ígérek külföldi izéket, kiküldéseket, mert nem tudom, hogy az így mennyi többletköltség. Jézus! Hú, nekem tetszik, reperdák. Hát ez igazából Modern Warfare, és azokon a pályákon, amiken annó nagyon szerettem játszani. Az a gondot ketten is vannak, ahogy láttam. Jó, kösz. De jó hangja van. Nagyon, nagyon tetszenek a hangok, meg nagyon jók a fegyverhangok is. Szóval nekem így... Nagyon eltalálták. Sipi. Hasznos amúgy a vezeték nélkül. Megnézem majd, hogy... Ja, HS-55-öt azt nem vágom. HS-65-ön volt, azt hiszem. Annak így teljesen oké a hangja. Ott volt valaki fönt. Átsíkoltál a felett, hogy 500 a jegy? Hát ez jó. Na, hát a gránáttal öltük meg. Mit jelent az a test ellökve és egy ilyen golyójel, ez mit jelent? Tudom, hogy volt már ilyen régen... 4 kill? Fú. Itt az érződött, hogy itt már azért professzor játékosok ellen nyomtuk. De rendes ez a coolers, feláldozza magát. Ledobtak valakit gránáta vagy flash-sel? Oh. Szóval én amúgy meg vagyok elégedve eddig a game-mel. Egy új grip! 26 szintje van a fegyvernek, ezt jól láttam. Nézzek, hát folyamatosan tesz be minket meccsbe. Hát így nem lehet kipróbálni a dolgokat. Azt mondja, hogy edit, gunsmith, és volt egy grip. Az amúgy mit is csinál? Ja, aim walking speed-et csökkent, hát ez nem baj. Ez az, ami... Ez jó, az jó.
nézek, hát a 8 millió enemy elér. Ez most melyik hardpointos? Changing mag. Nagyon jó, nagyon jó team. Van baj. Ú, de jó hangja volt. Nézek, hát nem engedik, hogy itt moszkítózzak. Biztos, hogy kapott sokat. Emeltek, 585 trófeám van, és beírtam, viszont még nem írt ki. Hát már azt írtad, hogy fel kellett venni egy 5, de nem tudtok. Nem tudtok, tehát hogyha beírtok annyi egyet, amennyi trófeátok még nincsen, akkor nem tudjátok megvenni. Tehát hogyha van 500 trófeátok, és beírtok, hogy fel kellett venni egy 5, akkor azt így nem tudjátok megvenni. 585 trófeádon megnéztem. Sipi. Én matematikus természetesen. Ez menő volt, mi? Skacok. Nem jó! Nem jó! Ez a hangsugár, valami szonál, de hogy mi csinál, gőzöm sincs. Gőzöm sincs. Hulers, megszakértedik a dolgot, hát köszi. Köszi a hálfát. A szakok értését. Nézek, hát mögöttem. A kura. Mit nyerünk? Éppen egy füles lehet nyerni. Bár már nem sokáig. Van baj! Van baj! Kunerz. Kunerz? Ja jó, itt hogy veszi egyesével a jegyeket. Ilyen izé. Biztonsági játszmát nyom. Ez nem jó. Nézzek már mögöttem! Így van, fülest kap. Fülest kap az, aki nyer. Persze az enemy már itt van. Hagyjuk is, ugye? Hagyjuk is. Van rajta Bluetooth is van rajta, wireless is van rajta, meg mi van még rajta? Amúgy van rajta Bluetooth, nem is tudom. Van rajta Bluetooth logó, szóval valószínűleg Bluetooth-os is. De az egy ellenség, de hát miért rak ide? Buta játék. Holding. Move to the hard point.
Mert ez fekete. Fekete. Az jó lesz? Fekete? Hát botladozok. Hoppá! Hoppá! Nagyon jó. Lejárt a nevezési lehetőség. Úgyhogy vége ennek a körnek és sorsolunk, jó? De aki kimaradt, az lemaradt. Legalábbis most. De ne aggódjon, mert még lehet nyerni egy egérpadot. Mondjuk nem világítós, és tudom, hogy ti a világítós egérpadokat szeretitek, de ez nem világít. És nem is very big. Cserébe fekete, mint a füles. Mi? Már ott az enemy? Persze. Szóval lehet nyerni még majd egy nagyon kis billentyűzetet, egy K-s... Nem? K-65? K-65 Pro Minit. Meg egy kis egérpadot, korzerest. Persze. Hú, skill. Nagyon megy. Kár, hogy pontokban nem vagyunk jók. Igen, már több pontunk van, mondjuk valószínűleg nem sokáig. Hú, az mi volt? Nagyon jó. Multifokális, azt mondod, Coolers? De jó lenne eltalálni. Jó, kapta. Azok gond még jönnek. Hajrá, team! Kivett 10 jegyet rá, srácok, közületek. Nyomjátok, team! Elsebet te vettél? Uh-huh. Jó!
holding. Ja, basszus, már nem itt van. Nekem valahogy nem jön össze a trófeánkodán, és működik, de a jegy-egy az nem. Hát már nem lehet nevezni, már lezárult a nevezés. Nem jó, hát nem vagyunk a ponton. Juhuhuhuj! Próbáltam, mielőtt mondtad, hogy végén nem ezésznek, akkor sem ment. Hát, akkor te vagy az egyedüli, akinek nem ment a nevezés ezek szerint. És volt trófája. Megnézzük majd. Hanghullám generátor mit csinál? Szerintem fegyver upgrade vagy level up. Nem, hát amit leteszek a földre. Na nézzük. Már nem lehet, mert egybe írtad. Meg beírtad, hogy felkeltelje egy 6. Tehát, hogy a jegy-egy működött volna neked. Megírtad egybe, hogy jegy 6. Úgyhogy, hát az úgy nem működik. Most visszanéztem, hogy tehát egy-egy 500-ba került, 600 trófeád volt, beírtad először, hogy felkeltelje egy 6, aztán egybe írtad be, úgyhogy azért nem tudtál nevezni. Mindjárt megnézzük amúgy, hogy ez mit csinál. Na, gyorsan kilépünk. Lekéstél. Jó, Dina, ne izgulj, még ebben a hónapban lehet nevezni. Egy K65 Pro Mini-re, meg egy Corsair-es egérpadra. Na. Olyasmit csinál, mint a Stun Granát. Csökkenti a movement speedet és blőrözi a vision-t. Valamint removolja a UI-t. Na nézzük, srácok, ki a szerencsés nyertes. Ki a szerencsés nyertes a HS55 wireless fülesnek, méghozzá a fekete fülesnek. Na. Butabot. Létó 81-es számú. Ha itt van, persze. Nézzük közben, mit lehet bizgetni a fegyveren közben. Azt nézzétek. Na, belőle már tudunk rakni olyat, hogy Aiming Idle Sway, az amúgy mit csinál? Mit csinál ez az Aiming Idle Sway? Jó, nincsen új optikánk, viszont van új stockunk, Hipfire Spread van itt. Ittem vagy? Na, királyságát, akkor mindjárt rádírok, hogy milyen adatokat kéne nekem elküldj. Horizontal recoil. Nagyon jó, hát szét tudjuk pimpálni végre a fegyvert. Biztosan szerintetek tudunk valamit alakítani? Jól leszettem róla a suppressort. Nagyon tetszik amúgy a hangja a suppressornak. Ja, grippet tudok rárakni, ami még mindig kevés. De a Battle Rage-et legalább már tudom használni.
Breacher drónnal azt is kipróbáljuk, mit szóltok. Igen, muníciós doboz. Scavenger V-grip, tehát a weapon swap. Scavenger az jobb lesz. Most amúgy úgy vannak a perkek, hogy kesztyű, cipő és felszerelés, tehát az adja a pluszt. Climbing boost. Boots. Jó, gírbe van valami más. Hoppá. Takmask. Flash stun gáz, erősség csökkentés, immunitása sokra, az MP-re meg a snapshotra. Csökkenti a killstreak-ek kosztját. Jó van, ez jó lesz. Szia Maestro, az a kérdésed, hogy mikor mi lesz elérhető? Na hát, kérlek szépen, már is mondom neked. Ha megtalálom az egerem, azt mondja, hogy PC Early az 12. este 7 óra. A mindenkinek az Open Beta pedig 14-től lesz majd. Na közben amúgy ráírunk létóra. Nem hallanak. Nem hallanak. Nem. Szóval behallanak arra. Team deathmatch. All operatives, you're clear to engage. Mindjárt írok létó. De Twitch utog üzenetet fogsz majd kapni. Azt a rohadt. Hát itt a tömeg. Az így itt volt. A Battle Rage elég jó féle. Jesus. Jó, hát ez a Gabi, ez olyan vadállat. Láttátok, hogy csúszkált. Ne felejtsétek el, hogy Zeldát is lehet nyerni. Wow! De menő amúgy ez. Nagyon jók ezek a játékosok. Most kell azt mondani, hogy de hát én most konzolra játszok. Steam ugyanolyan, mint az MV1-be boostolt, igen. Nem találok el senkit. Jesus. Igen, milyen 365 motosát. Check fire!
I'm reloading. Ezek a srácok így nagyon kemény. Nagyon durva ez a lobby. Ezt jól letankoltam. Ez meg volt. Azt hittem még gránát van nálam. Tényleg van egy ilyen. Nem, szoktam ezzel játszani, aztán el is felejtettem. Két kill, nem sok. Na szóval. Na, létve elküldtem, hogy milyen adatok kellenek. Ez jó volt. Emlékszem, amikor Twitch-en nagyot ment ez a szám. Ez az egy-egy almafa, kettő-két katica. Na, sem most volt. Üdv mindenkinek, srácok. MCV. Na. Mit mondtátok? Azt mondtátok, az MCV az ACR? Menjen egy próba. Na, azt mondja, hogy duplikét a kettesre, és a kettesbe berakjuk MCV. Ja, csak hogy ez, ja jó, tehát hogy ez már amúgy elérhető volt. És akkor nem, ja nem jegyezte meg. MCV. Jó, és akkor Gunsmith. Wow. Ezt már rá tudtam rakni? Nem tudom, hogy hogy működnek amúgy ezek, srácok. Hogy már ezek így osztódnak azok, amiket így feloldottam? Vagy egy adott base-re lehet már rárakni az attachmenteket? Én ezt már az a helyzet, hogy ez nekem újdonság, mert hogy így nem azért már, hogy a Modern Warfare 3-ban ez újdonság, hanem mert ez már így nem, ezzel már így nem foglalkoztam. Úgyhogy ha valaki tud egy gyors talpalót ezzel kapcsolatban, azt szívesen veszem. Na hát ez nagyon jó volt, elnyomtam két gombot is. Ez jó volt. Hanyas lesz a KD így? Egyszer haltunk, vagy hányszor haltunk? Ez egy gyors meccs volt. Hát nulla asszisztunk, ez biztos.
Egyszer. Hát 3-as KD. Csúcson kell abba adni, srácok. Megkaptam az adatokat, Létó. Na, hát egy grip. Valahogy azt hiszem úgy van, hogy ilyen minden fegyverem más cuccot lehet állokkolni, és akkor ugyanabban a kategóriában, vagy ugyanazon a fegyver alapon osztódnak az attachmentek, valami ilyesmi rémlik, de ebben már nem voltam benne. Sajnos. Úgyhogy, hát ezt nektek nem tudom megmondani, hogy pontosan hogyan. Na, nyomjunk egy utolsót, mit szóltok? Mert egy jó utolsó. Na ne, jó. Tessék. Már sorsoltam. Sorsoljak? Egy utolsót? Jó. Egy pofon. Te nyerted. Átadott coolersnek? Jó. Velünk van... Ott van enemy bekartalip, tényleg. Meg Damaszku... Hoppácska, hát ez ilyen izé. Akkor ez vére megy. Akkor most összehúzott farpofával kell nyomni. Na, hát kaptam is. Na, nézd meg. Eddig nem állunk jól. Guni bomba. Nézzek, seg belőnek. Szabó Kristóf, nem jött bétázni. Egyiptomba van. Hát... Gamer laptop, ugye? Akkor végül tényleg elment. Már lőnek nagyon. Ott volt. Jézus! Charlie. Néznek, hát csak belőnek. Kapom, halok. Watch your fire.
Na. Kaptam. Asztalat mennyit kellett lőni. Hát ez velünk volt. Hú! Ez jó volt. Ez tetszett. Ez tetszett. Jó volt ez a csúszkálás. Na, szépen följön amúgy az enemy csapat. Ott szépen védte az ant. Olyat látok, mint hogyha itt lennének mögöttem páran. De lehet, hogy... Aha. És mint hogyha lett volna még egy. Reloading!
Hát figyelj, én nem tudom. Nekem így élményben ugyanolyan, mint az előző kodok. Kaptam egy repülőt. Ez az át csak el kéne foglalni. De én izé, casual játékos vagyok, szóval. Hogy kaptam az arcba? Ez így rip. Azt hittem én voltam. Ügyesek voltak a skacok. De legalább azért első lettem. Ha más nem, akkor legalább első lettem. Ha legalább nem is nyert a csapat, foglaltunk meg öltünk amennyit lehetett. Jó volt ez a fegyver, tetszett. Na, ez amúgy ez így pont jó volt. Lezáráskép. És kacok ellen nyomni. Most mi van? Ja, nyomtam kilépést és ide léptünk ki. Nem baj, jó ez így is. Na, hát srácok. Ez nagyon zsír volt. Az a helyzet, hogy akkor így, hogy most ezt így megtapasztaltam, jövő héten megy. Jövő héten hétfőn akkor megy, nyomjuk, csapatjuk, remélem, hogy élveztétek, mert az biztos, hogy jó pár alkalommal, így a béta ideje alatt, illetve a megjelenéskor biztosan nyomjuk. Ez nagyon zsír volt. Nagyon élveztem. Remélem, hogy ti is, srácok. Nagyon szuper volt ezeken a pályákon játszani, és mondom, kíváncsi vagyok, hogy mi az, mik lesznek azok a pályák, amiket még így behoznak a megjelenéskor. Lesz még ugye Rust, meg lesz majd High Rise is, szóval kettő Modern Warfare 2-es pálya jön még idővel, és azokat is majd meg akarom nézni. Úgyhogy azzal biztosan számolhatok. Nem néztük meg a Ground War, de hát az szerintem ugyanolyan, mint eddig. Lesz majd még az Open Beta ideje alatt Kill Confirmed is, és 8-ától a 30-as szintig föl lehet menni. Jó, ez egy jó élmény volt. Ugyanolyan volt, mint nekem. Ugyanolyan volt, mint eddig. Ezeket a kisebb és szignifikánsabb változtatásokat én megmondom őszintén, nem vettem észre, nem tapasztaltam, de ez biztos azért van, mert amúgy
már a Modern Warfare 2-vel is amúgy így elmaradtam. Ahogy így mondtam menet közben nektek azt, hogy így az attachment rendszert, ahogy átdolgozták, ez már nekem így nem volt meg. Meg az, hogy ilyen fegyveralapok vannak, már ezzel sem nagyon foglalkoztam. Úgyhogy lehet, hogy itt az ideje újra felvenni a fonalat. Story? Aha, lesz. Végignyomjuk a sztoriát is a game-nek. Jaja, az november 2-án jön, ha jól emlékszem. Úgyhogy Vault Edition már be van készítve, már csak várom, hogy Steam-en elérhetővé várjon. De amúgy jó volt ez a PSS móka. Kipróbáltam. Ismét csak. Na, hát srácok, ennyi lett volna. Így első blikre.